feel alive. We fly above the mountains day and night. We dive under the water, purified. Every moment is an adventure. With every breath we take, we feel alive. A négyes pályán Kenderesi Tamás, az ötös pályán Milák Kristóf a férfi 200 méteres pillangóúszás döntőjében. És azért láthatjuk, hogy hogy jött föl a víz alól Milák Kristóf az első 50 méteren, és ez most nem az az úszás lesz, amikor a középső százon majd fürdik, vagy elkezd visszafelé úszni Milák, és ő nem az a típus, aki elrajtol az első 50-en, és aztán utána nem bírja a maradékot. Ő pontosan tudja, hogy hogy kell végigúszni egy 200 pillangót. Európa csúcs részidőn belül, ami azt jelenti, hogy a saját világcsúcs részidején belül úszik az első 50 méteren Milák Kristóf, és ez 0,3-del jobb kezdés, mint amit tegnap délután a középdöntőben úgy szórakozásból oda tett. És Milák Kristóf nem áll meg, folytatja tovább a komoly úszást, és Federico Burdisso egyelőre a második helyen, Kenderesi Tamás pedig az éremért küzd. Kenderesinek nagyon kell jönni a második százon, mert ez tetemes különbség közte és Burdisso között, Milák Kristóf pedig most már a saját részidején kívül, és 700-addal előzi meg Burdissót. Burdisso reménykedik, hogy megint be tudja fogni Milákot. Létezik, hogy Milák megint megáll egy kicsit a középső százon, azért annyira biztos nem, mint a középdöntőben, mert az most nem fér bele, ez mégiscsak egy Európa-bajnoki döntő. Milák vezet, és Burdisso egyelőre üldözi, és Milák azért kontrollálja a versenyt, de egyelőre nem annyira meggyőző és nem annyira magabiztos, mint ami mondjuk egy világbajnoki döntőben volt. Azért ez tetemes különbség, több mint egy másodperc Milák Kristóftól, amikor ráfordul az utolsó hosszra Burdisso, és Ivanova második és a harmadik helyen, és akkor most kéne jönni Kenderesinek az utolsó 50-en, és most kéne igazán begyújtani a rakétákat Milák Kristófnak. Az utolsó 25 méter kezdődik meg a 200 pillangó döntőjében. Senki nem veheti el az Európa bajnoki címet Milák Kristóftól. Ahogy mondta, őt ebben a medencében nem verheti meg senki. Tessék nézni, most már 3-4 test hossz az előnye, és a világcsúcsot is üldözi Milák Kristóf. 1:50, 1:10, ez egy elképesztően fantasztikus idő, Európa-bajnoki csúcs, és Kenderesi Tamás a harmadik helyen jön. Nem voltam benne biztos, hogy nem lesz 1:51 alatt Milák Kristóf. A világ idei legjobb ideje, minden idők második legjobb úszása. Egy egészen döbbenetes teljesítmény az Európa-bajnoki döntőben, és még ebben mindig van több, én azt gondolom. Azt mondtad a középdöntőben, hogy nem jósolsz semmi időt. Mi lett volna, hogyha még jósolsz is, vagy gondolsz az időre? Mert hogy ez parádés volt. Annyira spontán jött az egész. Annyira... tényleg olyan... megint elkapott ez a rossz érzés, ez a hány inger kettő pilla előtt. Nem tudtam, mi volt a bajom. De tudom a régebbről is, hogy... a kicsit olyan kellemetlenül érzem magam. Mert nem vagyok formában. Akkor tudom a legjobb időket úszni. Most is pont egy ilyen volt, de majdnem összeestem a korrumba. De örülök, hogy ennyire. És maga a futam, tehát azt mondod, hogy spontán volt, de ez kívülről nagyon tudatosnak tűnt valahogy. Igyekeztem a technikai elemeket betartani. Próbáltam figyelni a temposzámra fordulóra. Láttam utolsó fordulónál, hogy az olasz ott van mögöttem. Időben nem tudtam úgy felmérni, hogy kb.
mennyit úszhatok jelenleg. De a végén mégis 51-1 lett, szóval nem paraszkodom.